Vigyázz, rajt! Az Öttusában bevezetett legújabb versenyszámban az akadályversenyen próbálhatták ki ügyességüket és gyorsaságukat a gyerekek a Bregyóban. Emellett szükség volt pontos célzó képességre is a lövészetnél. A vasárnapi sportos rendezvény célja az volt, hogy már minél fiatalabb korban megkedveltessék a sportágat, éppen ezért játékos feladatokkal készültek a résztvevőknek. A rajtvonalhoz állt két jól ismert öttusázó is, Erdős Rita és Demeter Bence. A világbajnoki bronzérmes fiatal lány szerint a Laser Fun Roadshow szervezői által kialakított pálya kiváló lehetőség arra, hogy meghozza a gyerekek kedvét a mindennapos sportoláshoz. Arra nagyon jó ez a pálya, hogy gyerekeknek kicsit meghozzák a kedvüket, és ezáltal csatlakozzanak az öttusa társadalomhoz, illetve van egy másik fele is a lézeren, ami a túloldalon található, ez pedig a futás és a lövészet együtt, ez a kombinált szám nálunk, ugye az öttusában ez a zárószám. Én úgy gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb része az öttusának, úgyhogy ezt is kipróbálhatják a gyerekek. Demeter Bencei már 27 éve a sportág szerelmese, és elárult, ami minden kell ahhoz, hogy valakiből kiváló öttusázó váljon. Mint testileg, szellemileg és lelkileg azért kicsit azért kitartónak kell lenni, de nagyon, nagyon jól megformálja a fiatalokat, és igazán kitartó sportoló és kitartó embert formál belőlük. Ezek a képességek megvannak, akkor szinte bárkiből jó öttusázó lehet. Itt nincsenek ilyen olyan hátrányok, mint hogy valakiből nincsen jó vízfekvése, akkor nem lehet jó úszó, vagy bárkiből sok munkával és kitartással kiváló öttusázó lehet. Az esemény sorozat célja, hogy tehetséges fiatalokat toborozzanak az öttusába. Erre buzdított minden résztvevőt Kovács Sarolta is, aki nagy segítségére volt a gyerekeknek a lövészetnél. Az olimpiai bronzérmes és világbajnok magyar öttusázó jelenleg edzőként tevékenykedik és készíti fel a gyerekeket a versenyre. Én ezt az új OCR versenyszámot nem próbáltam, az én versenyzőim nagyon szeretik, ügyesek benne, kinek, mi nekem tényleg a lovaglás volt, de tényleg én az öttusát azért szeretem, az öt szám szépsége, nehézség az egész öttusának az, hogy össze kell hangolni ezt az öt számot, és lehet, hogy az egyikben kis hiányosság, a másikban vissza lehet hozni azt a hiányosságot, és tényleg, hogy ezt az öt számot összehangolni szerintem csodálatos. A vasárnapi megmérettetésen 10-18 év közötti lányok és fiúk indulhattak, mindenki saját rajtszámot és időmérő csípet kapott, az eredményeket pedig nemenként és korcsoportonként értékelték.